Nézzétek csak, gyerekek, felnőttek, a nagy karácsonyi vidám kismanók már meg is érkeztek. A karácsony titkait hozták el nekünk, kicsi szívük melegével ünnepelnek velünk. Nyissuk ki sorban az ajándékdobozokat, éljük át együtt a varázslatos pillanatokat. Szeres Garázs december 12-ként jött el. Szép tündérország támad föl szívemben ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy gyönyörű titkos igézet ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, beheggeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra égi szeretetben ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorú nézek, a kis Jézuska itt van a közelben, legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, s ne csak így decemberben. Szemek tükrén nincs remény, gyémánként úgy látom. Majd eljön a szeretet, örömet hoz ünnepet. Boldogok az emberek, senki sem vetül nekem. Szív a szívhez jut közel, szeret, örül, átölel. Béke lesz a világon, mert érkezik karácsony. Karácsonyi dallamok mesitől és lilától. Thank you.
és megszületett törvénygyűr. Elküldötte ő szent fiát Istenünk. Betlehemben fekszik ranyos jászolban. Azért van, hogy fényesség a városban. A kis Jézus megszületett annyi színes játék, sárga zöld.
az élet, melynek legnagyobb kincse a szeretet. A szeretet az, ami karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra abba hagyod az ajándékok csomagolását, akkor lehet meghallani. A szeretet az egy olyan dolog, amit minél jobban átélsz, minél több felé árasztod, annál több marad neked is. Elindult az erdő, sok-sok fenyőfája, örömöt szerezni szerte a világban. Meghívtség, szeretet és béke, legyen a család örökös vendége. A hó alatt alszanak a házak, az egész világ csupa varázsa, s mint egy tündérállam, jön el hozzánk Szent Karácsony. Legyen veled a karácsony angyala, legyen áldás és ünnep az ünnep, s szeretet sincs a lelkedet, amikor a csengő karácsony. Este, amikor kigyúlnak a karácsony fénye, a gyerekkori álmok egy percre visszatérnek. Ekkor szemekben a szeretet fénye lángol, s a gyertyák fényénél még a csillag is táncol. Léj!
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, a negyedik gyertya meggyújtásához érkeztünk el, és a negyedik gyertya már a közvetlen készületre irányítja figyelmünket. Hallgassuk meg éppen ezért ezt az evangéliumi részt, amely ennek a várakozásnak az üzenetét akarja vele vezetni bennünket. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Krisztus születése így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az úrangyala, és így szólt. József Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott, íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét. Ezek az evangélium éjjé. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium részből két gondolatot szeretnék kihangsúlyozni. Az egyik gondolat, hogy József egy álomnak engedelmeskedve veszi feleségül Máriát, és készül elő arra, hogy az Úr Jézus ebbe a világba lépjen. Fontos, hogy karácsonyhoz közeledve nekünk is legyenek álmaink. Legyenek álmaink egy olyan karácsonyról, amelyben szeretet és békesség tölti be családjainkat. Legyenek álmaink arról, hogy az egymással való összetartás, a közösség ereje valóban tud megerősíteni egyenként bennünket és családjainkat is. Legyenek álmaink arról, hogy a karácsony ünnepe nem csak az ajándékokról szól, mert a legnagyobb ajándék számunkra maga Krisztus. Második gondolatként pedig álljunk előttünk Szent Józsefnek a várakozása. Már csak néhány nap választ el bennünket attól, hogy aztán december 25-én ünnepelhessük karácsony szent napját. Látható dolgok nem előzik meg ezt a karácsonyt. A láthatatlan dolgokra kell irányítani figyelmünket. Kicsit az jut eszembe, hogy az édesanyja, aki egy kicsikét nevelni akarja a gyermekét az igazi ajándék lényegére, a gyermekeinek csupán egy hatalmas, üres dobozt. Miután a karácsony alatt elkezdi kibontani a dobozt, az egyikük is kibontja, majd aztán a másikik is, és aztán oda néz az egyik a másikra, és azt mondja, jé, te is léggitárt kaptál karácsony. Valójában a mi feladatunk karácsony ünnepén észrevenni a láthatatlan dolgok mögött rejlő Istent. Észrevenni azt, hogy nem a látható és kézzelfogható ajándékok azok, amik igazán örökök, és fontosak a mi életünkben, hanem a láthatatlan ajándék. Kívánom nektek, kedves gyermekek, és a szülőknek, pedagógusoknak, mindenkinek, aki együtt ünnepel ezen az alkalmon, hogy tudjuk észrevenni ezt a láthatatlanul közöttünk levő Krisztust, és ezért kívánom mindannyiuknak Isten kegyelmében gazdag és áldott karácsonyt. Ujjöjj, ujjöjj, üdvözítő, megteljesült már az idő. Törlek az ég, zárt ajtaját, vár a világ, sovárt barát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Engedjék meg, hogy ünneplontó legyek egy rövid ideig. Egy nagytestű fekete kutya kószál az iskola körül. Bejelentettük az ebrendészetnek, de december 30-án tudnak leghamarabb érte jönni. Most jelenleg nem tudnak bejönni az iskolába azok, akik kíváncsiak lettek volna a gyermekükre. Kérem Önöket, ha tudnak arról, hogy a kutya kié, segítsenek.
nem tudjuk jelenleg megtenni azt, hogy bármit is pozitív irányba mozdítsunk ezzel a kutyával. Ugrál mindenkire, nagyon barátságos, az autókba szeretne beugrani, szeretne beszállni. Igen, nevetség, tehát ez mosolyra ad alkalmat a kicsiknek, viszont a felnőttek tudják, hogy egy ilyen barátkozó kutya nagyon veszélyes lehet, hiszen akár veszettséget is terjeszthet. Én arra kérem az itt jelenlévőket, hogy adjuk tovább azt, hogyha valaki ismeri a kutya gazdáját, akkor próbáljuk mi hamarabb befogni a kutyát, hogy visszakerülhessen a gazdájához, mert december 30-áig nem tudunk valamit kezdeni. Köszönöm szépen mindenkinek, és elnézést kérek még egyszer azért, hogy ünneplontó volt. Azt gondolom, hogy a televízió is jelen van, muszáj megragadnom az alkalmat, hogy közérdekű információra felhasználjam. És akkor most jöjjön az ünnep. December vége van, a számvetés ideje. Vessünk számot mi is, lehetünk el. És bár az ajándékokra gondolunk, és meg is kérem majd a diák önkormányzatnak a elnökét, Rományi Mátét, hogy majd fáradjon le, mert neki kell átadnom az egyik ajándékot, mint a diák önkormányzat vezetőjének, de ne az ajándék legyen a legfontosabb, hanem az ajándékozók. És mondjunk egy köszönetet. Én is köszönetet mondok. Köszönöm. 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 Köszönöm mindazt, amit az iskoláért tesznek, tettek ebben az évben. Hiszen 3 millió, most az szülői közösség elnökére nézek, 3 millió 675 ezer forint az, ami rendelkezésre áll, hogy tavasszal elkezdhessük a iskolának a játszóterét. És ebből az idei évben több mint 1,5 millió forint gyűlt össze. Úgyhogy ez nagy taps önöknek, hogy hozzásegítettek minket. És akkor itt tolmácsolnám a Berczel község önkormányzatának jó kívánságait, áldott ünnepeket, tankerület jó kívánságait, áldott ünnepeket. Tankerülettől kaptuk egy ajándékot, amely igazán majd a robotika szakkör hallgatóinak lesz nagy ajándék. Ezt is Máténak adom, de ahogy adom, majd vissza is kérem rögtön, mert ez a kicsi csomag a kezemben, ez több mint 4,5 millió forint. Ez egy 3D szkenner, hiszen van már egy 3D nyomtatónk. A 3D szkennerrel bármit le tudunk szkennelni, bármit ki tudunk nyomtatni. Szkennelni már 2 méteres nagyságban is tudunk, tehát akár egy embert is le tudunk szkennelni. Hát nyomtatni még csak 20 centis nagyságban, úgyhogy majd meglátjuk, majd Robi atya, aki a szakkörnek a gondozója, majd ő tudja, hogy mire tudjuk ezt igazából használni. Úgyhogy egyrészt én megkérem Mátét, hogy vegye át ezt az ajándékot. Gratulálok! És akkor nézzük az önkormányzat és a tankerület másik ajándékát. Az önkormányzattól szántókat kaptunk. Reméljük, hogy lesz fél még az idén, mármint hogy ebben a tanévben is tudjuk használni, és rengeteg játék a tankerület ünkortából, hogy ismét gazdag karácsonyunkban. Köszönjük mindenkinek, aki jókedvűen adakozott. Áldott karácsonyi ünnepeket, békés, boldog új évet kívánok mindenkinek, és ha jól tudom, a szülői munkaközösség ismét készült, én láttam az előkészületeket. Most, ahogy én befejezem és megszólal a zene, mindenkit fogunk várni, vagyis a szülői munkaközösség vár fönn a felső aulában egy kakaós kalácsra, vajas kalácsra és kakaóra. Ezzel ünnepeljünk még együtt.
ezzel legyünk együtt, építsük a közösséget. Áldott ünnepeket kívánok mindenkinek!